A megnyitó után egy héttel már is programot szerveztek az Ezer Jó Folkertben, Táncolt ki magadból címmel rögtönzött bemutatókat tartott a Folkert színpadán az Ezer Jó Szent Miklós Néptánc Együttes ifjúsági utánpótlás csoportja. A rendezvény címe Táncolt ki magad, hiszen ezen a héten zajlott itt egy tábor, az Ezer Jó Szent Miklós Néptánc Együttes ifjúsági csoportjának, a három toppantós és dobbantós csoportnak. Ugye egy nagyon nehéz és komoly időszakon vagyunk túl, sikerült több és kevésbé újra összeszedni a csapatot, és egy táborba úgymond egy kicsit újra kovácsolni őket. Nem titok, hogy nem tanultunk most annyira sok újat, volt, ami új is volt, de inkább egy régi koreográfiából elemeket vettünk elő, és azt ismételtük át, azt raktuk össze, hogy ha kell fellépés valami, akkor tudjunk szerepelni. Úgyhogy ezzel nagyon jó alkalom volt ez a tábor az ismétlésre, a csapatot egy kicsit összekovácsolni. Az egy toppantós csoport is részt vett ebbe a táborba. Ők egy kicsit sajnos kevesebben voltak, hiszen hát ilyen ez a vírus utáni helyzet. Úgyhogy itt a színpadon már egyszer bemutatták, amit tudnak. Vannak itt a nagyok közül is egy páran, úgyhogy majd hamarosan ők is táncolnak egy improvizációt. Úgy néz ki, hogy azt beszéltük itt meg, hogy a mezőségét fogjuk. Utána lehet, hogy civil ruhába, hiszen először próbaruhába táncoltak, utána most civil ruhába még egyszer előadják azt a táncot, ez Györgyfalvi táncok, Györgyfalvi legényes csárdási szapora. Úgyhogy röviden ennyi, amit itt most próbálunk összehozni. És van egy jótékonysági része is a mai napnak, erről is egy néhány szót. Igen, egy akciógyűjtést láttunk, egy felhívást, amihez mi is nagyon szívesen csatlakoztunk, hiszen a polgártársak különböző tanszereket gyűjtenek, úgyhogy ehhez csatlakoztunk mi is. Mi ennek a tanszergyűjtési akciónak az alapcélja? Az alapcélja az, hogy olyan gyerekeknek, akiknek a szülei nem engedhetik meg maguknak azt, hogy mondjuk egy új és reméljük teljes tanévet a gyerekek számára biztosítsanak tanszerügyileg, akár táska, tolltartó vagy sportzsák, amik nagyobb összeget szoktak általában egy bevásárlás során képviselni, nekik nyújtsunk segítséget azzal, hogy olyan gyerekek használ, de jó állapotban lévő és tovább használható tanszereit újra hasznosítjuk. Ennyi a lényeg az egész dolognak. Ki van még ebben a projektben, vagy ebben az akcióban benne, kik vesznek részt, kik segítenek abban, hogy ezek eljussanak a megfelelő helyekre? A segítséget kértünk a Miklósi Gyerekjóléti Szolgálattól, és ők lesznek azok, akik majd eljuttatják azokhoz a családokhoz az adományokat, akik az ő megítélésük alapján nyilván jobban értenek hozzá, meg napi szinten képbe vannak a dologgal kapcsolatban, és hogy eljusson hozzájuk azok, akik valóban rászorulók. Hát ez az egész úgy indult, hogy Anita hívott fel engem, hogy ők is szeretnének csatlakozni, és hogyha ők is az Ezer Jósok körében ezt népszerűsítenék, és bízunk benne, hogy minél többen valamilyen szinten, ahogy az erejük engedi, csatlakozni ehhez a dologhoz. Jelen pillanatban ezért vagyunk itt. Ez tulajdonképpen még a jövő héten fog zajlani ez a gyűjtés, és utána szeretnénk időben átadni az adományokat, hogy még tényleg elsőjére mindenkinek tényleg ott legyen a táska, a tolltartó, a füzet, a csomagoló, a vinyetta, akármi a házba, és akkor onnantól tudjon iskolába menni a gyerek. Ez ne legyen akadálya.